Köszönjük, Uram, tisztelő képviselő urak, tisztelő ügyvezető urak, kedves hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Külön én is köszöntöm a Hon Kft. Minden munkavállalóját és a Hon Kft. Partnereit, hiszen munkavállalók és a partnerek együttműködése szükséges és kell ahhoz, hogy beszélhessünk a 30 évről, és beszélhessünk, ha mondjuk én is mondok egy számot, 330 autóbuszról összehasonlítva, Fehérvári Közösségi Közlekedés 60-65 autóbusszal kerül ellátásra, mint önkormányzati kötelező feladat. Össze lehet át hasonlítani ehhez képest ezen cég által üzemeltetett, működtetett buszok számát. Sok mindent köszönhetnék én is meg a cégnek, államtitkár úr ezt részben már megtette őt kiegészítve. Külön szeretném két dolgot azonban megköszönni. Az egyik az az, hogy rengeteg olyan dologban nyújtanak önök közvetlenül és közvetetlen segítséget ennek a városnak, ami nélkül ez a város nem fejlődhetne. Hiszen személyszállításról beszélünk, személyszállításon belül pedig azok a partnerek, akik Székesfehérváron megjelennek, Harman, vagy éppen mondjuk a Denso, vagy éppen a Henon, azok a meghatározó munkáltatói ennek a városnak, sőt nem csak a városnak, hanem a régiónak is. És miután a régiónak is meghatározó vállalkozásai, nagyjából 32 ezer ingázó munkavállalóról beszélünk a székesfehérvári iparban, ezért az országban Budapestet nem számoljuk, ami nyilván nagyon speciális, akkor a legnagyobb ingázó munkavállalói létszám nap, mint nap, aki a székesfehérvári gazdaságba érkezik, nagyjából 70-80 kilométeres körön belül. Hogy ők ide eljussanak, hogy biztonsággal jussanak el, hogy el tudják végezni a munkájukat, és utána pedig biztonsággal hazaérjenek a családjukhoz, az mondom, hogy egy van önöknek köszönhető, és ezt itt külön szeretném az ő nevükben is megköszönni. Másodszorban pedig ennek a beruházásnak az időpontját. Mert valljuk azt, sokan ebben a teremben is dolgozunk, például nagyon régóta, hogy egy egészséges, fenntartható várost tudjunk létrehozni és fejleszteni. Mit értek én most itt fenntarthatóságon? Hogy abban és olyan mértékben tudunk fejlődni, ahogy a gazdaságunk erősödik. Így lesz ez a dolog fenntartható. Viszont a fordítottja is igaz, reményeim szerint, hogy akkor tud a gazdaság fejlődni, hogyha a környezete is fejlődik, magyarul a város. Azaz, hogy valójában ez egy együttműködés. És rendben az együttműködésben mi a gazdasági szereplőknek rengeteg dolgot köszönhetünk. Köszönhetjük azt, hogy adott esetben annak idején azt a döntést hozták, hogy Székesfehérváron indul el egy akkora fejlesztés, amit aztán újabb követ most ér. Ebben az időpontban remélem ez azt jelzi, hogy jól érzik magukat ebben a városban. Megtalálták a jó értelemben vett számításokat. Viszont ha így van, akkor az időzítés most nekünk talán még fontosabb ezen beruházás tekintetében, hogy mondjuk azt, hogy normál körülmények között. Miért? Azért, mert sajnos az elmúlt hónapok hatásai, a járványhelyzet a gazdaságban is éreztette a hatását, erőteljesen éreztette a hatását. Azaz, aki most ruház be, most fektet be, az azt üzeni, hogy bízik abban, hogy újra növekedési pályára tudjuk közösen állítani a magyar gazdaságot, adott esetben pedig újabb és újabb fejlesztéseket, újabb és újabb munkahelyeket, vagy magasabb egzisztenciát fog tudni az adott dolgozóknak egyébként jelenteni. Ez a beruházás nekem erről szól, hogy bíznak ebben a városban, bíznak a magyar gazdaságban, bíznak a régióban, és úgy érzik, hogy érdemes itt befektetni, és a befektetésekkel nem csak az elmúlt évek fejlődését, hanem a következő életnek a fejlődését is meg lehet alapozni, mert van mire alapozni. Én azt kívánom, hogy ebben a fejlődési pályában tudjanak növekedni, és továbbra is mindenki biztonsággal el, aztán pedig azt állítsanak. Köszönöm, hogy szeretném.